jelentés hasznosítványa. Bent a parlamentben az országgyűlés éppen arról szavaz, hogy szeptember 1-től az egyetemünk alapítványi fenntartású lesz-e, vagy sem. Nagyon sok minden történt most az országban, amiért akár egyesével is ki lehetne menni, és kicsit felemelni a szavunkat az ellen, hogy ez így nincs teljesen rendben, ami történik. Én személy szerint nagyon hiányzom, vagy nagyon hiányolom azt a szakmai párbeszédet, amit azért megelőzhetett volna ez a döntés, és azt gondoltam, hogy azért kell itt lenni ma, és énekelnünk a parlament előtt, péntek délelőtt, mert ez nem lehet, hogy ezt szó nélkül hagyjuk. És csak így elmegyünk mellette, ugye, hogy elmegyünk nagyon sok dolog mellett szerintem mostanában. Jó reggel kívánok! Megjöttek a demonstráló diákok! De állandóan jelen kell lenni, és ki kell mondani mindenféle formában a véleményünket. Ami meg a konkrét helyzetet illeti, az... Én tanítottam valamikor a főiskolán zenés mesterséget, még Kerényi Imre osztályában, és az akkori tanítványaimból ma már népszerű, közismert, híres színészek váltak, és azt gondolom, hogy a mostani hallgatók között is nagyon sokan lesznek igazán nagy és komoly művészek, és ők már most tudják, hogy a művészetet csak szabadon lehet művelni, hogy az alkotó energia csak szabad környezetben tud kivirágozni. És ezt az autonómiát, ezt a szabadságot érzik most veszélyben, és megpróbálják megvédeni a maguk módján, és azt gondolom, hogy ebben nekik igazuk van. Ez a magánegyetemi modell, ez szerintem minden szempontból egy teljes zsákutca. De hát nyilván az SZFE esetében ez nem csak egyszerűen egy felsőoktatási kérdés, hanem egy kultúrharc kérdése. Minden hatalom az hiszi magáról, hogy neki dolga, hogy létrehozom kulturális értékeket, és hogy a saját világnézetét visszhangozza a kultúra, de a kultúra az nem így működik. Figyeljetek, most lesz vége.